A napszemlét látják, köszöntöm Önöket, már is mutatjuk a részleteket. Az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért akciónak köszönhetően 140 családnak jut csomag a héten. A szakképzés választására bátorították a nyolcadikosokat a szakiskola rendezvényén. Idén is lesz szabadtéri szilveszteri ünnepség, koncerttel, tűzijátékkal, nyereményekkel. Nagy lelkűen adakoznak a gyergyószent miklósiak a polgármesteri hivatal szociális osztálya által indított gyűjtőakcióban. A harmadik héten több mint másfél tonna tartós élelmiszer gyűlt. Az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért nevet viselő adománygyűjtő program 3 hete kezdődött el. Az elmúlt napokban nagy mennyiségű tartós élelmiszer gyűlt össze az adakozó kedvű gyergyóiaknak köszönhetően. Több civil szervezet hozta be az adományait a szociális igazgatóság székhelyére, illetve szombaton a Schlager Centerben a Kolping család, a Fészek Gyergyói Édesanyák Egyesülete, illetve a Brilliance Dance Studio tagjai fogadták örökbe a gyűjtőpontot. Több mint 100 családnak jut ezen a héten tartalmas élelmiszercsomag. A harmadik hét gyűjtés eredménye több mint másfél tonna élelmiszer, amit 140 családnak fogunk kikézbesíteni. Ma indulnak a kollégák, illetve a civil szervezetek képviselői, és kopognak be a családoknak. Ezen a héten az összegyűlt adományokat többnyire nagy családosoknak fogjuk kézbesíteni. A csomagok kiosztását elkezdték a szociális igazgatóság munkatársai, a Jövő FC sportolói is gyűjtöttek tartós élelmiszert, amit átadtak a szervezőknek, hogy hozzájáruljanak az akció sikeréhez. A szociális igazgatóság köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki már adakozott, s remélik az akció hátralevő napjaiban is sokan teszik ezt. A program december 21-én zárul, 5 órakor a Schlager Centerben kicsi ünnepi műsorral zárjuk, mindenkit nagy szeretettel várunk, és addig is várjuk a felajánlásokat, tegyük minél több Gyergyószent Miklósinak szebbé a karácsonyát. Hétköznapokon a polgármesteri hivatal szociális osztályán, a BB Marketben és a Kordiál üzletben fogadják az adományokat, szombatonként pedig a Schlager Centerben a civil szervezetek által örökbe fogadott gyűjtőpontnál lehet tartós élelmiszert adakozni 9 és 17 óra között. 8 év és 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti törvényszék a kollektív perben Bukarest 4. kerületének volt polgármesterét, Cristian Popescu Piedonét a kollektív klub működési engedélyének kibocsátásával kapcsolatos hivatali visszaélés miatt. A volt polgármester mellett Daniela Nicet, a tüzet okozó pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég tulajdonosát is elítélték 12 év 8 hónapra. Az eszközöket felszerelő pirotechnikus Viorel Zaharia és Marian Moise 9 év 8 hónap, valamint 10 év börtönbüntetésben részesült. A bukaresti katasztrófa védelem tűzoltóit, akik a klub ellenőrzését végezték, 9 év és 2 hónapra ítélték. Emellett egyenként 11 év és 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a kollektív klub 3 tulajdonosát. Az ítélet nem jogerős. A szakiskolában végzett, majd sikeressé vált vállalkozók, szakemberek, közéleti szereplők meghívásával tartottak workshopot a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. A környék 8-os diákjai hallgatták meg a pályautakat, hogy ezáltal is könnyebb legyen számukra a pályaválasztás. A szakoktatás népszerűsítése volt a célja a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban tartott workshopnak. A környékbeli községekben tanuló 8-os diákokat hívták meg erre. A célunk az volt, hogy a 8-os osztályos diákokat szólítsunk meg, és a Gyergyó településnek a környező falvaiból érkeztek diákok, összesen 6 iskolától jöttek diákok, és a mai nap folyamán lehetőségük lesz az iskolánál megismerni különböző tanulhelyeket, kicsiben rátekintést nyerni az iskolával kapcsolatos életről, hogy itt hogyan is folyik a szakoktatás, mi az előnye, hogyha valaki egy szakmát választ. Kopacz Zoltán vállalkozó arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy ők válasszák ki, amelyik szak érdekli őket, ne bízzák ezt csupán a számítógépes rendszerre. A szakma ma egy óriási fontos dologgá vált,
hiszen az elmúlt 25-30 évben elég keveset foglalkozott a világ, mondhatni, de ezen belül az a térség is, ahol mi éppen létezünk, vagyunk, élünk, és ebből kifolyólag az a tapasztalható, hogy a szakember, mint fogalom egyáltalán elkezdett tűnni a társadalomból. Ez egy óriási probléma a jövőt illetően, és ezt mindenféleképpen nagy energiákkal vissza kellene állítani. Tehát most bejöve ebbe az iskolába, a szakliceumba azt látom, hogy komoly fejlesztésekre van szükség. Tehát akár az iskolát is, mind olyant, hogy vonzóvá tenni egyrészt, viszont én nem tudom, hogy a tanári gárda, hogy így mondjam, most milyen minőségben van ebben az iskolában, de én azt érzem, hogy nagyon-nagyon fontos az oktató is ahhoz, hogy a gyerekek igazából szakmát tanuljanak, viszont azt tapasztalom manapság, hogy elég sok gyerek úgy jön ebben az iskolába, hogy igazából nem tudja, hogy mit szeretne ő. Ezért fontos az oktató, hogy utat mutasson számára. Hiszen ha visszagondolok, amikor én 8-9-10-es voltam, mi foglalkoztatott engem? Biztos, hogy nem azt, hogy milyen szakmát válassza. Tehát ez a világ nem ebbe az irányba fejlődött el, hogy most a 8-os gyerek kell tudja, hogy ő most heggesztő, asztalos, vagy éppen ágy szeretne lenni. Tehát ez a felnőttek dolga, mi dolgunk, hogy utat mutassunk nagy részt. Mind szülő is mondom elsősorban, másodszorban mind oktató is, akik ugye ezzel foglalkoznak, nagyon fontos. Én a vállalkozás keretén belül azt látom, hogy a szakember hiány az hatalmas. Azt látom, hogy a vágy a szakma irányába az emberekben elég lapos, nem igazán szeretnének szakmát tanulni, mindenki elméletet szeret tanulni, doktor szeret lenni, ügyvéd szeretne lenni, ezek pénzes szakmák, és ez messze nem így van, és főleg, hogy nem így lesz. A meghívottak között szerepelt Nagy Zoltán, Gyergyószent Miklós polgármestere is, aki elmondta, kellenek az egyetemet végzett emberek, a mérnök megtervezi az autót, viszont a szakemberek kell működőképessé tegyék azt. Azért ülünk itt mindannyian, mert számítunk rátok, azért ülünk itt mindannyian, mert azt szeretnénk, hogy segítsünk titeket abban, hogy arra az útra tereljünk, amely úgy gondolunk a pár évtizedes tapasztalatunkkal, amit mostanig leéltünk, hogy az rajtatok és nektek segíteni fog. Sokat feltesszük a kérdést, legalábbis én, de bizonyára ti is már, hogy mi a lényeg az életben, mi a legfontosabb. És hogy mindenki belegondol, az tudja azt, hogy nem biztos, hogy a román órában unalmas perceit végigülni, ugye? Viszont az nagyon fontos, vagy akár más órát mondom, ne sétjön a román órát, akkor legyen akár a matek vagy a fizika óra. De hogy egy biztos, hogy mindenki talál olyan dolgot, amit azt tud mondani, hogy hát nem biztos, hogy éppen a legnagyobb örömmel ül be oda is, amikor véget ér, alig várnak jön az órán, úgy, ahogy az előbb is elhangzott, és olyannal foglalkozzon, ami igazán őt érdekli. Ez lehet az akár bandázás a fiatal barátokkal, filmnézés, sportolás, videójátékozás, meg stb. Viszont vannak mindegyünk életében olyan dolgok, ami nem erőfeszítés nekünk. Nem erőfeszítés beülni egy órára, inkább kikapcsolódunk valóban, mert azt szeretjük. És én azt láttam az elmúlt 40 évben, hogy az a boldog ember, aki azt teheti nem csak délután és az iskolai szünetekben, amit szeret tenni, hanem aki egész nap vagy egész életében azt végezheti, amit igazán szeret. És hogy erre legjobb példa, hogy ez működik az életben, itt a mellettem levő asztal társaság, majd bizonyára el fogják meg is mondani, hogy honnan indulva, hova jutottak el, de mindazon személyek ülnek itt, akik megbecsült emberei és személyei a közösségünknek, akik vállalkozást vezetnek, akik több embernek munkát adnak, vagy akár egyénileg dolgozva is úgy végzik a dolgaikat, hogy a közösség értékeli őket. És ettől boldogak, és nem csak ők boldogak, hanem reggel úgy mennek munkába, hogy nem érzik tehernek, hogy vajon házi feladat megvan égve, nincs meg, hogy vajon felszólítatnál, nem szólít, hogy gyomoridegen van, hanem úgy megy be a munkájába, úgy megy be a munkahelyére, hogy örömmel teszi, hogy várja, hogy bemehessen. A workshop második felében sor került a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum szakműhelyeinek megtekintésére is, így a diákok csoportokba rendeződve próbálhatták ki a munkaeszközöket az autószerelő, a mechatronika, az asztalos és fa megmunkáló műhelyekben. A következő évben összesen 15 hivatalos munkaszüneti nap várható, ebből pedig 11 hétköznapra esik. Az idei évhez képest újdonság, hogy az RMDSZ javaslatára a kormánynak január 15-éig határozatba kell foglalnia,
hogy a törvényes ünnepnapokat megelőző vagy azokat követő munkanapok közül melyeket nyilvánítja munkaszüneti napnak. A helyi önkormányzat és a művelődési központ idén is szabadtéri szilveszteri ünnepséget szervez. A megszokott módon ezúttal is lesz koncert, tűzijáték és tombola sorsolás is. Az önkormányzat és a művelődési központ évről évre közös ünneplésre hívja azokat, akik a városban töltik a szilveszter estét. Ezúttal is a művelődési központ előtti térre várják az érdeklődőket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy közösségileg, köztéren, a lakossággal közösen ünnepeljük meg az új év napját, hiszen nagyon fontos az, hogy azok, akik itthon töltik ezt az estét, ezt az éjszakát, egy kis programmal kedveskedjünk, néhány olyan dologgal, ami ünnepélyesebbé, örömtelibbé teszi úgy az óévnek az árását, mint az új esztendő kezdetét. Éjfél előtt nem sokkal, 11 óra 4-12 magasságában a Storytime helyi zenekar koncertjével fog kezdődni a program. Természetesen már előtte is érdemes kilátogatni a térre, hiszen hangulat csinálóként térzenével fogjuk kezdeni a műsort. Aztán a koncert után 3-4-12-kor, nem sokkal éjfél előtt a városi, illetve egyházi előjáróink köszöntőjével zárul az óév, illetve kezdődik az új év. Pontban éjfélkor, 12 órakor pedig tűzijátékkal köszöntjük az új esztendőt. A koncert és tűzijáték mellett ezúttal sem marad el a tombola sorsolás értékes nyereményekkel. Idén is lesz tombola sorsolás. Arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki szeretne nyerni, hogy nagyjából 11 órától arrafele, egészen éjfél előtt 5 percig fogjuk osztogatni a tombolákat. Ez azért fontos, hogy amíg zajlik a tűzijáték, tudjuk a sorsolást előkészíteni. Tehát aki szeretne ingyenes tombolát magának, arra biztatjuk, hogy itt a művelődési ház körül, a színpad körül az önkénteseink, munkatársaink fogják osztogatni az ingyenes sorsjegyeket, és aki szeretne élni a lehetőséggel, az vegye el, kérje, fogadja el. Nagyon sok értékes nyereményünk lesz, természetesen nem marad el idén sem az újévi szerencsemalac, viszont sok más olyan elektronikai cikk, illetve mindenféle kedvesség, ajándék vár kisorsolásra, amivel bízunk benne, hogy szerencséssé, jókedvűvé tudjuk tenni sokaknak az új esztendejét. A tombola sorsolást követően az időjárás, illetve a hangulat függvényében dől el az, hogy mennyi ideig fog még tartani a koncert, viszont bízunk benne, hogy az előző évek tapasztalatához hasonlóan idén is egy kellemes, ünnepi hangulat fog kialakulni a téren, és egy szép ünneppel tudjuk kezdeni az új évet. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, és jó szórakozást kívánnak! Az elmúlt évek káosza után jelentős előrelépés történt a sofőrvizsga terén. Hargita megyében a hosszú, esetenként közel fél éves várakozási idő számottevően lecsökkent, így a tanuló vezetőknek átlagosan már csak 2 hónapot kell várakozniuk az elméleti és a gyakorlati vizsga között. A várólisták lerövidülése az idei személyzet bővítéssel magyarázható, az ősz óta ugyanis a korábbi 3 helyet már 5 vizsgáztató teljesít szolgálatot a megyében. Bonyolult kérdésekre keresik a választ az Európai Tanács brüsszeli csúcs találkozóján. Az Európai Bizottság által javasolt ambíciós klímaegyezmény mellett a többéves uniós költségvetés kérdése és a küszöbön álló Brexit is terítékre került. Az Európai Unió vállalta, hogy 2050-ig karbonsemlegessé válik, jelentették be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen EB elnök egy péntek hajnali sajtótájékoztatón az uniós csúcsvezetők maratoni tárgyalás sorozata után. A környezetvédelem természetesen minden tagállamban fontos, ám az Európai Bizottság által előterjesztett tervezet rendkívül költséges, így főleg a szegényebb, közép-kelet-európai államok tartottak attól, hogy ez fejlődésüket veszélyezteti. Végül minden tagországi vezető elfogadta az uniós klímavédelmi célokat. We want Europe. Azt akarjuk, hogy Európa legyen az első karbonsemleges földrész. A döntést úgy hoztuk meg, hogy közben tiszteletben tartottuk több tagállam aggodalmait. Tisztában vagyunk azzal, hogy figyelembe kell vennünk az adott ország körülményeit és a különböző kiindulási pontokat. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítéseket tegyük a szociális aggodalmak elhárításáért.
Lengyelország ugyanakkor, noha nem akadályozta meg az állásfoglalást, nem vállalt kötelezettséget az abban foglaltak végrehajtására. Az Európa Tanács elnöke úgy fogalmazott: ez azt jelenti, új tanácsülést fogunk tartani, hogy alaposan megvizsgáljuk az ország helyzetét. A tanácskozáson megbeszélést folytattak az uniós költségvetésről is, az unió soros elnökségét betöltő Finnország által készített, számadatokat is tartalmazó tárgyalási keretdokumentum alapján, ezt azonban a keleti tagállamok vehemensen ellenzik, és további egyeztetések várhatók, mondta el Klaus Johannis államfő. Az agrárpolitika és a kohézió rendkívül fontos számunkra. E tekintetben semmiképp nem értek egyet ezzel a finn javaslattal, és minden bizonnyal el fogjuk érni azt, amit egyébként javaslatként meg is fogalmaznak a következtetésekben, hogy bízzuk meg a tanács elnökét egy új tervezet kidolgozásával. Az uniós csúcsvezetők a Brexit kapcsán is egyeztettek, miután kiderült, Boris Johnson, brit miniszterelnök konzervatív pártja kényelmes többséget szerzett a londoni parlamentben, hogy megvalósítsa a kilépéssel kapcsolatos elképzeléseit. Brassóban rendezik december 18 és 22-e között a jégkorong román kupa küzdelmeit. A benevezett 6 együttest két csoportba sorolták. Az ajelű csoportban a Brassói Korona, a Gyergyói HK és a Sportul Studenceszk, míg a B-jelű csoportban a Galaci Csesemé, a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Sztyahuá küzd meg a döntőbe jutásért. A Gyergyói Hoki Klub csütörtökön 15 órától a Bukaresti Sportul Studenceszk csapatával kezd, pénteken 19 órától Brassói Korona, Gyergyói HK mérkőzést rendeznek. Szombaton nem lesznek mérkőzések, vasárnap a két csoport első a döntőben, a két csoport második pedig a bronzmeccsen lép majd jégre. A kisdöntő 15 órakor kezdődik, a döntő pedig 19 órakor. Megtette az első 1000 kilométerét Szibéria fele az a szatmári házaspár, aki szeretne eljutni a föld leghidegebb településére, Ojmjakonba, ahol -72,1 fokot is mértek. Bertici Kinga és Attila egy Dacia-val vágott neki a mintegy 27 ezer kilométeres expedíciónak. Ezek az úttalan utak, jégbe fagyott tájak nyújtották életének legnagyobb kalandját Bertics Attila számára, aki tavaly ősszel fiával tett meg 30 ezer kilométert Szibéria legkeleti pontjáig, Vlagyivosztokig egy Dacia Logan személygépkocsival. Már akkor elhatározta, hogy 2019 telén megismétli az expedíciót, de ezúttal még kalandosabbra szabja. A világ leghidegebb lakott pontját Ojmjakon tűzte ki úti célként. Mi leszünk az első magyar emberek, akik elmennek a föld leghidegebb lakott településére januárban, amikor is mérték a leghidegebbet, és ami különös, hogy egyedüli, egy kocsival megyünk, tehát semmilyen kísérői kocsi, semmilyen kísérői csapat, tehát ha az autó megáll a -50-60 fokba, akkor vége mindennek. Attilát a mostani expedícióra felesége kíséri el, és egy Dacia Dusterrel teszik meg a több mint 26 ezer kilométert. Csak a legszükségesebb, a túléléshez szükséges dolgokat, meleg ruhákat, takarókat visznek magukkal, az autóra pedig Szibériában még dupla szélvédő és egy speciális fűtőberendezés is kerül. Szerintem az a legfontosabb, hogy tudj élni. Nekem ez nagyon fontos, mert ugye nagyon sok ismerősöm vagy beteg, vagy elhalálozott a közelmúltba, és úgy éreztem, hogy valamit tennem kell, hogy valamilyen élménnyel gazdagodj, és szerintem ez az út minden ilyen élményt megad nekem. Öleléssel és jó tanácsokkal látták el búcsúzásként a házaspárt a Szatmárnémeti központjában összegyűlt barátok, ismerősök és sajtósok. Van, aki lélekmelegítő pálinkát, más orosz szótárt adott útravalóul. Berticsék 40 napig lesznek úton, Maszelikát Ukrajnát, ahonnan ezzel a képpel üdvözölték követőiket a Hello Siberia Expedition Facebookos oldalukon, amelyet a 40 napos út során folyamatosan frissítenek. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit.
Az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért akciónak köszönhetően 140 családnak jut csomag a héten. A szakképzés választására bátorították a nyolcadikosokat a szakiskola rendezvényén. Idén is lesz szabadtéri szilveszteri ünnepség, koncerttel, tűzijátékkal, nyereményekkel. A látogatóval folytatódik műsorunk, napszemle holnap is lesz, számítunk Önökre, viszontlátásra!